Jó estét kívánok! Önök a Független Köztévé Független Vita műsorát látják. Én német Balázs vagyok, a Független műsorvezető. Kezdődjön tehát a vita. Itt van velünk a fiatal demokrata Deutsch Tomi. Szia Tomi! Jó estét kívánok! Sziasztok! És meghívtunk néhány ellenzéki képviselőt is biodíszletnek, hogy fenntartsuk a jogállamiság és a demokrácia látszatát. Itt van velünk például Gyurcsányné, azaz Dobrev Klára. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. És meghívtuk Magyar Pétert? Jó estét is. kívánok, köszöntöm a nézőket. Uh, a kiről ebben a pillanatban derítette ki az emegy, hogy Soros György unokája és Gyurcsány Ferenc eltitkolt fia Köszönhetsz is Klárinak. Ja, Jó Jó, mama. tudják, ő az a Magyar Péter, aki június 10-én már rögtön háborúba vinni a magyarokat. Magyarországon senki sem háborúpárti, mindenki békét akar, szégyeljék magukat. Ha valódi békére vágynak, akkor Orbán ő Viktor ő kérje ő meg Putyin van. haverját, hogy állítsa le a háborút. Nem halucinálsz, Tomi? Valóban ő van rajta? Hú, akkor megkérném Magyar Pétert, hogy legyen kedves, vegye le az övét, ugyanis fegyvert nem hozhat be a stúdióba. Itt az övem, te közpénzfaló drogos bohóc! Jaj, de nagyot csattant. Látják, erről döntünk június 9-én. Háború vagy béke? A Fidesz? a békepártyám. Gyere Péter, gyere! Lehet jönni diktafonnal, meg ővel. Jó? Ennyi. Börtönbe foglak titeket juttatni. Jó vergődést kívánok Ked... a rogáni Csende. propagandának. Cs. Maradjon csendbe! Egészen elképesztő, amit megy. Itt csak a Feri segíthet. Most pedig Dobrev Klárához fordulok, akitől megkérdezem, hogy mit akarnak csinálni az Unióban. Két perce van, parancsoljon. A demokratikus koalíció eltökélt abban, hogy a magyar emberek érdekeit Köszönjük szépen Dobrev ten... Klárának, le is az óra, most pedig Dajcs Tomihoz fordulok. Tomi, reagálnál erre valamit? Ja Istenem, a Tamás megint Tomi. van hogy a Tomi, szállat, jaj, itt úgy vagy? Biztő. Úgy látszik Dajcs Tamás a vita alatt már Brüsszelbe repült. Ha visszatért, újból megpróbáljuk megkérdezni. Szerkesztő ne haragudjon, nevetséges ez a vita. Beszéljünk inkább arról, hogy Orbánik hogyan tették tönkre az országot. Rájutok a stúdióba, jó? El kell a rakétát. Szerkes. Miért nem beszélünk inkább arról, hogy romokban az egészségügy, hogy az Európai Unió legkorruptabb országa lettünk. Jó, ez senkit nem érdekel. Elég volt Köszönjük szépen. -Tomi, itt vagy már? Mi lesz a programotok? Programunk az nincsen, de a Fidesz továbbra sem akar csatlakozni az Európai Ügyészséghez, ugyanis nem akarok ülni. Hurrá, ez jól hangzik. Eddig és ne tovább. Fel fogjuk oszlatni az Orbán Tiborc Mészáros részvénytársaságot. Csit? Maradjon csöndbe, azonnal fejezze be, Lépésről vagy lépésre. A szót. Tégláról Fejezze téglára be legyen, vissza fogjuk venni Azonnal a hazánkat. befejezi. És vége is a vitának, hiába jó társaságban repül az idő. Ez nevetséges, ez szánalmas, ez nem közmédia. Ezt a televíziót már réges-régen be kellett volna venni. Kíváncsiak voltunk az M1 nézőinek véleményére, hogy szerintük kinyerte a mai vitát. Nézzük tehát. Hoppá, Orbán Viktor nyerte a vitát úgy, hogy itt sem volt. Gratulálunk, miniszterelnök! Úr. Áradni fog a Tisza! Június 9-én győzni fogunk! Hajrá, hajrá! Jó voltam, Rogántóni. Tudod, a számlaszámom még ugyanaz. Ja, Istenem! Most, hogy végre hagynak beszélni, szeretném önöket meghívni Somogyi András humorista önálló estjeire. Mondom, hogy hol lép fel. Gyöngyösön, Százhalombattán, Miskolcon, Egerben, Pápán, Mezőtúron, Csongrádon, Gyulán, Békés Csabán, Debrecenben, Szegeden, Nagykanizsán, Marcaliban, Törökszent Miklóson, Győrben és Budapesten. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu per Somogyi András oldalon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornájára is.